Jó estét! Mai első bögre nyertesünk Tóth Violetta, baksi nézőnk, buksit akartam olvasni. Buksi kis nézőnk, aki egy érdekes márkajelzésű cipőről küldött fotót, az ő megfogalmazásában ez nem egy baleset biztos, hanem egy baleset biztos cipő. Amint látható, rá is van írva a cipőre, hogy LSL. LSL. Jó volt? Nézegetted egy kicsit? Jó, rendben van. Még egy bögre nyertesünk van, és ő pedig nem más, mint Benedek Károly martfűi nézőnk, aki egy rövid cikket küldött nekünk, mely kiváló sportolónőnk Kovács Ági kismamasságáról tájékoztatja az olvasókat, mutogatom, de úgyse látszik, idézem, olvasom. Az 5. hónapban van Kovács Ági, így teljesülhet régi álma, még a 30. születésnapja előtt anya lesz. Oké. Okay. Olimpiai bajnokunk sokáig jól tudta titkolni, hogy várandós, mert magas és fiús alkat, így pocakja, még alig gömbölyödik, és csak pár kilót szedett fel. Oké. Okay. Ági terhessége problémamentes, csak az első 12 hónapban volt néha rosszul. Én sportolók terhessége kapcsán jöttem arra rá, hogy kellene olyan szolgáltatás, hogy neves sportriporter egy szülés leközvetít. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy az én feleségem úgy szüljön, hogy a Gundel Takács úgy mondja. Az valami, az valami, az jobb oldalon elfut. És már igen, látjuk Isten. A fejét, és mindjárt átvágja a szalagot. Igen. Vagy a korda közvetít elé, mint a póker. Megadja! Megadja! Egyébként... Tényleg nem azért, de én először akartam menteni az újságírót, vagy a tördel, vagy nem tudom mit, hogy egy-kettő lehetett, az csak kimarad a kötőjel, de nem, szöveggel van írva. 12. De nyilván 7 akart lenni. Igen? Persze. Hogy ez ilyen elütés, hogy hetet akartam írni, de a hónap az ugyanolyan? Első 12 hétben milyen rosszul voltál? Állandóan hánytál, mikor gyereked volt? Nem, az hányt, aki velem volt. Igen. De az utána is. Ja, Istenem, ez nem igaz. Azt akarod mondani, hogy a sajtóban akkor ezek szerint előfordulnak hibák tévedése? Hogy nem kell mindent elhinni?